69. perc, 1981. szeptember 16-a, Tatabánya, az UEFA kupa első fordulójának első mérkőzésén. A kékmezes hazaiak egy-egyre állnak a sztárcsapat a Real Madrid ellen. A második félidő már nem annyira a látványos focit hozott, mint az első. Kevesebb a gólveszély, konkrétan a madridiak csak egyszer kerültek gólveszélyes helyzetbe, és átlövésekkel próbálkozik a Tatabánya. Isidro lakatos vágja ki kis elől, Del Bosque, fejes ront ki rá, még mindig Del Bosque, Angel vissza, Del Bosque, a főnök, ez most lecsúszott az irányító középpályás jobb lábáról, jöhet a Tatabánya, kis a kirúgással. Fejes. P. Nagy gyönyörűen fordít oldalra. Szabó jött föl. P. Nagynak vissza. Eddig nagyszerű támadás. És belelép a bal hátvéd. Tatabányai szörlet a második. A második fél időben. De végre valami foci. Csapó. Camacho vágja vissza, ismételhet. A Tatabánya szerintem már kim volt. Csapó megint. Remekül íveli középre. Lecsorog a labda. Ó, mit hagyott ki Kovács. Már földön volt Michel Angel, és lábbal reflexzerűen belerúg. Hát, Kovács ezt, ha kapufa mellé küldi, akkor már 2-1. Az első zicser, az igazi gólhelyzet a szünetet követően. Kovács hagyja ki. Marad az 1-1. Gallego, Del Bosque, Juanito. Becsúszott, fejes és szerelte Juanitót. P. Nagy. Kovács. Jól fordul le Kovács, jól tartja meg. Ügyesen ki oldalra. Herman. Herman lopja a távolságot. Ez is jó. Kovács még megszelídíti. Ketten rontanak ki rá. És szerelik. Végül is együttes erővel Camacho és San José. Del Bosque. Ez most nem jó, Santillana nem oda ment. Ő befele húzott, a labda meg kifele gurult. Ezt most Del Bosque elszabta. Lakatos. Szabó. P-nagy. P-nagy, még mindig P-nagy. Herman segít, és kéri el a lasztit. Csapó. Szabó. P-nagy. Adhagyja faképnél Navaszt. És Camachóról megy ki. A harmadik tatabányai szöglet 3 percen belül. Nyomás alatt a Real Madrid kapuja, igazi gólhelyzete csak Kovácsnak volt, de P. Nagy végzi el most ezt a sarokrúgást. P. Nagy. Kovács! Erőteljes, fejes a jócskán fölé. Kettedik perc, továbbra is 1-1, közelebb állt a győzelemhez a Tatabánya,
Az első fél időben is több gólhelyzetet kidolgozott Lakat Károly együttese, és a másodikban is, gondolja, hogy csak most az előbb Kovács Zicserére. Lakatos. Hermann Pörget. Angel teremti földre. Emmer. Ez nem jó. Megelőzi Kovácsot. Camacho fejeli ki. Csapó. Ügyes emelés. Hermann. Csapó. Még megmenti. Hermann. Nagyszerű keresztlabda. Szabó. Lakatos. Megint Szabó. Ez nem jó. P. Nagynak hosszú. Jöhet a Madrid kirúgással. Egyelőre egyik csapat sem cserélt, sem Lakat Károly, sem Vujadin Baszkov. Camacho, Mikel Ankel. Hiszen a más 16-osig jön, Santillana tovább. Angelnak nem jó, Juanitának, Juanitónak sem. Maga Diego. Sajnos akadozik a kép, elég sok a technikai hiba, de több függetlenül élvezetes történelmi meccs. Lakatos teremtette földre Santillanát. Del Bosque, Santillana, Juanito, Santillana fölé. Éppen csak Del Bosque nagyszerű labdákat ad középre, akár csak Gallego. Kis. Lakatos. Kis kapja vissza, inkább föléveli. Weimper. Hermann. Gallego zavar, Csapó kéri el, és azonnal földre kerül. P. Nagy volt az, most nem Csapó. Ő jött a labdáért. Most jön Csapó. Lehet, hogy kapura küldi, nem csak beíveli külsővel. Fejes. Még megmenti P. Nagy. Kezezést látott az osztrák. P. Nagy mutatja, hogy vállal, uram. Szelídítette meg a lasztit, de hajthatatlan, a bíró úgyse fogja visszavonni. Madridi szabadrúgás, Mikel Ankel. Kovács zavarná, Mikel Ankel, pattint egyet a lasztin, aztán rúgja ki, nem a legpontosabb. Csapó! Del Bosque a végállomás. A meccs legjobbja Del Bosque. Ankel. Juanito! Les. Jött azért kis is, tehát ez vagy két méteres les volt, Lakatos. Fischer, Csapó, Fischer. Hermann kérné középpen, Fischer bátran meglódul. Hermann. Most visszaforgat, gyönyörűen. Fischer még fönnmaradt a támadásnál, ez is jó. Ott a gólhelyzet, ha jól veszi át Hermann. Hermann és Fischer ketten verték meg a fél Real Madridot most. 4-5 jó passzal, itt pedig fejes kapott egyet Gallegótól. Már el is végezték, Hermann. Lopja a távolságot, Hermann Del Bosque lép közben, most a lövés! És ez már érvénytelen, nagyon eltalálta egyébként Csapó.
ez bombagól lett volna. Nincs előnyszabály, lecsorog a labda, de Hermant fölvágják, igaz, ami igaz. Csapó jön és futtából bevágja a jobb felsőbe, de már sípszó után. Tatabánya egy szabadrúgás, még ott kekeckedik Gallego és Del Bosque is. P-nagy, Csapó és Fejes. Weimper van ott, bocsánat. Weimper, P-nagy és Csapó. Egyszer már eljátszották ugyanezt, akkor P-nagy legurított és Csapó futott. És előtt kappásból a legurítás után a felső lécre. Lehet, hogy most is ugyanezt játsszák el. Öttagú a madridi sorfal. Igen, Weimper megint elfutott a labda elől, most gurítja vissza, és micsoda gól, Csapó! Ho-ho! Ezt most kitűnően megjátszották, kétszeri csel után, ez a gól már érvényes, Csapó Károly! Itt jön Weimper, igazítanak, most elfut előtte, legurítja, és Csapó! A sorfal mellett ezután nyújtózhatott Michelangel. A 79. percben Csapó Bongma góljával 2-1 a Tatabánya javára. Real Madrid ezt most úgymond begyelte, mint kacsa a nokedlit. És jön a csere, Vujadin Bosco cserél, García Hernández, akit már egyébként a spanyol televízió kommentátorai vártak volna. A félidőben is. Most váratlanul Del Bosque jön le. Ez meglepetés. Hát bárkit cserélhetett volna, de a Real legjobbja Del Bosque. Vujadin Bosco beküldi García Hernándezt. Lakatos és Fischer szerelték Juanitót. Gallego, kisnek kell jönnie. Le is húzza Juanito és Santillana elől. Navas, Camacho, Navas, ez nem jó, de még megmentette Santillana, buktatják, ez szabadrúgás lesz, de nem. Mutatja az osztrák játékvezető, hogy keljen fel Santillana, ez viszont csúnya volt, Navas, bizony, igaz, hogy lehajolt a labdáért, Csapó, de hát... Ez akkor is csúnya volt. Nem is Csapó volt az, hanem Kovács. Ez sárgát érthetett ám. Weimper és Csapó. Igen, Kovács mutatja is, hogy bizony arcon rúgtak. Szó mi szó. Hajolt le a labdáért Kovács István. De ezt Navas megoldhatta volna másképp is, egy karaterúgást eszközölt szegény Kovács arc csontjára. 2-1-re vezet a Tatabánya szenzáció készülőben. A magyar bányászvárosban 22 ezer néző előtt. Egyelőre a Lakat Károly együttese egy góllal jobban áll a Real Madridnál. És most támadhat a Tatabánya. Egy bedobás. Szabó dobja be, Kovács csúsztat, Michelangel húzza le. Weimper és Csapó is ott ólálkodott. Ez pedig meg sárga lesz, azt hiszem. Hiszen Michelangel próbálta kirúgni a labdát. Weimper. Volt egy picit vagányabb és pimaszabb,
A megengedetnél szerencsére nem kapott sárgát, hiszen az ötésfelesen belül rátartott a kirúgást elvégezni igyekvő spanyol kapus lábára. Csapó. Kovács. Herman. Bátran bele, előszabály San Joséval szemben Gallego. Emmer jön nagy rösssel, és leszereli Gallegót, aki most Del Bosque hiányában maga maradt a támadások szervezésében. Les Juanito hiába lő a kapuba. Egyébként meg mellé lőtt, nem is a kapuba. De sípszó után 22 ezer ember fütyüli ki. És Juanito. Nem kapott sárgát. Fischer. Kovács. Camacho gyötri. San José dekázgat. Wemper mellett tovább. Angel Gallego. Fischer nagyrössen megelőzi. Hernández, aki Del Bosque helyén játszik. Gallego. Angelnak nem jó. Emmer. Ügyesen tovább. Csapó, Wemper, Arcia Hernández leszereli, Wemper visszapróbálta kényszerítőzni Csapónak, ez most nem jött össze, a friss ember szerelt. Angel. García Hernández, nagyszerű labda, nincs les, óriási helyzet a Madrid előtt, Santillana, Lakatos és Szabó. Együttes erővel blokkolják, majd most mutatja az asszisztens, hogy ez les volt. Hát elég későn minden esetre. 5 perc van hátra a szenzációig, a történelmi győzelemig, amikor a kis tatabánya, ez a kis bányászváros megverheti a Real Madridot az UEFA kupa első fordulójában. Ezt aranybetűkkel lehet beírni majd a tatabánya történelmébe. Szabó. Visszakapja Fejestől. Megint ők. Fejes. Csapó. Megint kapott egyet Csapó Károly, ezúttal García Hernándeztől, legalább 7-8 esetben kifejezetten bokára mennek Csapó esetében a madridiak, hát nem csoda. Minden esetre azt nem tudták megakadályozni, hogy bevágja az egyelőre győztesnek tűnő gólt 20-ról szabadrúgás után. Hiába nyújtózkodott Miguel Angel. Hernández. Csapó mellett tovább. Herman előtt. A keresztlabda a másik oldalra. Cortés. Juanitónak nem jó. Szabó. Kiengedi. És újabb csere lesz, kérem, itt látható Vujadin Boskov, beküldi a hóri horgas Cancelent, Juan Antonio Cancelent, 1,90 magas középcsatár, hát igen, ez most logikus, és Gallego jön le, tehát a két irányító embert leviszi, előbb Del Bosquet, majd Gallegót is, Vujadin Boskov. Hát itt más esély már nincs, 2 perc van hátra, és magas beívelésekkel próbál operálni a Real Madrid. Hát, ha sikerül Cancelennek, a megtermett középcsatárnak valahogy befejelni a második gólt. Már megy is a 16-osba. Angel. És Santillana fejelt, Cancelén még nem ért oda. Kis biztos kézzel. Itt jön
nagyszerűbe oda, Santillana mozog, és a rövid felsőbe fejelte volna. Már a túloldalon P nagy. Kovács elől vágja ki Camacho. Cortez, Hernández. Hernández lakatos vágja ki, nagy szólót vágott ki, a cserejátékos Camacho alászalad, de le sem volt Weimper. Angel vissza, Navajas, ez a keresztlabda még úttal érhető? Igen. Kasselend, aztán végül kivezeti a csereember. Fischer dobhat. Csapó. Kovács. San José vágja ki. De marad a bedobásjuk a tatabányánál, Herman. Weimper fordulna le. San José szúr oda. Ez tökéletes a tatabányának. Az utolsó perc kezdődik. 2-1-re vezettek a bányászok. És Fischer jön, szabadrúgás. Akár a 3-1 is benne van a meccsben. Két tagú a sorfal, Fischer. Kovács ott van, Weimper is várja bent. Emmer is följött, Fischer. Telibe találja Navajast. Ügyes csellel jött ki Camacho. Azonnal ível Juanito felé, Herman futott vissza jól. Hernández. Hernández, Angel. Juanito kéri a bal szélen, egyelőre nem kapja. Santillana jött vissza. Hernández, jó csel, becsapja Hermant. Cortez. Santillana felé. Lakatos fejeli ki. Angel. És Szabó kicsúsztatja, szöglet lesz. A 90. percben járunk. Lassan letelik a meccs. Már csak ezt az egy szögletet kell megúszni a tatabányának. Kis leszedi Santillana fejéről. És ebben a pillanatban a drága jó játékvezető, az osztrák Waldhof, lefújja, történelmi szenzáció, kérem. Ezt be lehet írni aranybetűkkel az UEFA kupa első fordulójában. A tatabánya 2-1-re veri a Real Madridot.